mindenkit elég komoly kihívások és feladat elé állított ez a 2020-as esztendő. És hát a DVSC kézilabda csapata egyébként is független attól, hogy most Covid ide, Covid oda, de minden évben a társadalmi összefogás jegyében nagyon sok társadalmi eseményen vesz részt. A társadalmi felelősségvállalást nagyon fontosnak gondoljuk, és tényleg ahol lehet, ahol tudunk, ahhoz vagy csatlakozunk a kezdeményezésekhez, vagy magunk indítunk el kezdeményezéseket. És hát az ilyen körülmények között pedig még kiemelten fontos az, hogy segítsük azokat a rászoruló családokat, a közösségeket, akiknek még korlátozottabbak és még nehezebb a helyzete, mint akár mondjuk a mi csapatunknak. Adhok edzéstervezés, adhok programtervezés volt egész évben, nehéz hozzá alkalmazkodni. A legtöbb társadalmi eseményünk az elmúlt időszakban átalakult gyakorlatilag online vonalra. Ilyenkor szokott lenni össze a jót, a fogyatékkal élők világnapja, amit minden évben gyakorlatilag részt veszünk rajta, és nem is részt veszünk rajta, hanem itt szervezzük a Hódosban. Ez ugye most elmaradt. Tudtunk csatlakozni ugye a Merrák elleni kampányhoz, tudtunk csatlakozni ugye a Movemberhez. Még szép bajszunk is volt. Úgyhogy amiért lehet, azért próbáljuk keresni azokat a formákat, ahol kerüljük a fizikai kontaktust és a fizikai érintkezést, de ugyanakkor segíteni. Ugye próbálunk szabadtér felé irányulni. Ugye most a Debreceni Karitatív Testülettel pont a múlt héten a Kenéző Gyula Kórház dolgozóinak, egészségi dolgozóinak adtunk át saját magunk által készített sütött süteményeket, ott is próbáltunk segíteni. Az akadémián komplex személyiségfejlesztés zajlik, és ezzel szeretünk volna mi is példát mutatni. Nagyon sok rendezvényre, ami volt lehetőségünk, eddig elmentünk, és ők is becsatlakoztak. Nyilván ez az év az nagyon nehéz volt mindenki számára, mi is megéreztük ennek a nehézségét, és így még azt gondolom még halmozottabban szükséges ez a fajta társadalmi összefogás és szerepvállalás. Én azt tudom üzenni igazából, hogy a hagyományokat szeretnénk továbbra is megtartani, és mindig leszünk azok számára, akik éppen az aktuális évben erre rászorulnak. 5 éve van a DVSC kézilabda Kft. Kapcsolatban a karitatív szolgálata, és minden évben a lányok, a stáb, a csapathoz tartozó vezetők is tartós élelmiszerekkel és egyéb kiegészítőkkel próbálják segíteni a rászorulókat. Idén a szponzorunk, a Nutri 8 is támogatja táplálék kiegészítőkkel, vitaminokkal. A családokat karácsony alkalmával, azt gondolom, hogy pont a világjárvány egy nagyon fontos. Ez a meleg ünnep, ha még távolságot is kell tartani, de azt gondolom, ez a szeretetcsomag közelebb hozza a rászorulókat, a DVSC-hez, az emberekhez. A sport az a társadalomnak nagyon, kultúrának nagyon fontos része, és mivel van módunk és lehetőségünk támogatni ilyenkor a rászorulókat, szeretetet adni, azért a sok szeretet, amit kapunk, mint játékosok, mint edzők, a nézőktől, a családoktól, a szurkolóktól, azt gondolom, ilyenkor nagyon jól esik viszonozni. Minden lány különösebb kérés nélkül önmagától lelkesen, nagy gonddal csomagolta, adta, vette, és hát hoztuk ide. Minden évben támogatnak minket, úgy karácsonykor az adománygyűjtő akcióban, úgy pedig évközben, bár nem más akciónk, vagy már is nem kezdeményezésünk van, a kézislányokra mindig számíthatunk, hiszen az elmúlt egy hónapon belül is ez már a második olyan közös adventi akciónk, adventi adománygyűjtésünk, vagy adományátadásunk, amit a kézislányokkal együtt bonyolítottunk le. Tartós élelmiszer az első és legfontosabb, amit most mi várunk, de szívesen fogadunk mindent, ami karácsonykor tovább adományozható, és jó szívet tudják továbbadni játékok, mesekönyvek. Tartós élelmiszer, fertőtlenítőszer, ezek maszkok, amik most nagyon nagy szüksége van, és tovább tudjuk adni. 3500 családot szeretnénk az idén karácsony előtt még adományokkal ellátni. Én azt látjuk, hogy ez fog sikerülni, lehet, hogy egy kicsit többet is, de természetesen a januári hónap sem lesz könnyebb, hiszen a januári hónap mindig is egy hideg hónap és mindig nehéz hónap. Ebben az időszakban, amikor a vírus nagyon sok embernek munkahelyvesztése jár, és úgy látjuk, hogy ez még tovább fog tartani, még a január-február így fog eltelni, akkor most nagyon sok olyan rászoruló család van, aki korábban esetleg lehet, hogy pont nekünk segített, most nem tud segíteni, mert ha vendéglátásban, szórakoztatóiparban, személyedzőként tevékenykedett, azt most nem tudja meglenni, és most ő van nehéz helyzetben, és nekünk kell segíteni.